Szervusztok! Ez egy új dobozka. Megérkezett az új Apple Watch. Smartwatch. Nyissuk ki. Azért bekészítettem ezt is, hát a szükség lesz rá. Nézzük. Itt is van. Ez van benne. Nem tudom, jól látszik-e. A dobozban. Plusz. Semmi más. Tegyük is el. Ezt ide is már rá is van írva. Series 1. Második generációs, 42 mm, Space Gray és Sport fekete szíj. Nyissuk ki. Amit így fogunk. Így. Jaj, de jó. Jó a tapintása a doboznak, nagyon jó. Nagyon édel. És így kihúzzuk. Oké. Itt is az óra. Nézzük meg, hogy mi van benne, itt ezekben. Leírás mindenfajta nyelven, gondolom, bla bla bla, hogy kell beállítani. Itt pedig egy extra szíj azoknak, akiknek rövidebb a csuklójuk, tehát vagy lányoknak, vagy pedig fiatalabb gyerekeknek, akik nem járnak gyúrni. Itt pedig a töltőkábelje. Nagyon aranyos. No. Nagyon jó. Tegyük ezt is félre most egy darabig. Így. Koncentráljunk az órára. Oh, gyerekek! Tapintása nagyon szép, nagyon jó. Így néz ki a hátulja. Így néz ki az eleje. És akkor bontsuk ki. Illata jó. Jó az illata. Oh, gyerekek! Hogy ez mi öröm, kibontani a az új dolgokat. Gyönyörű egy óra. Látni is itt is a hátulján rá van írva, Series 1. De ez nem a refurbished, tehát a régebbik, mert az eredeti Apple, tehát az Apple oldalról lett rendelve. Tehát ez már az új második generációs chippel van, processzorral rendelkezik. No. Kapcsoljuk be. Megjelenik az Apple. És már készítem is be a telefont. Amivel majd össze lesz csatlakoztatva. Na,
hagyjuk, addig ezeket eltesszük. Ide oldalra. Kábelt kivesszük. Így. A kábelje az hosszú volt, aztán sokan beírtak, hogy ez nem valami jó dolog, aztán lett egy ilyen rövidebb verzió, ez szerintem untig elég. Ezt is bontjuk ki. Így. Így. Nem maradt rajta papír? Még maradt? Maradt egy pici. Úgy. Igen, a hátulja is, elől is. Itt is a beállítás. English, Deutsch, stb. Állítsuk, hogy Deutsch. Sprache auf den Apple Watch auf Deutsch stellen, ja. Deutschland. Ez nagyon könnyű, pár gram Sprache einstellen. Most csinálja a menüt, beállításokat, stb. Az óra. Úgy, és most kell beállítani. Open starten. Így. Letesszük így az órát. Ja, kell a VLAN hozzá, én meg betettem a... Úgy most. Bekapcsoltam a repülőmódot. Úgy. Most így néz ki. És akkor konfigurálom. Melyik karodon használod? Itt kérdezi, bal vagy jobb? Hát én a bal karomon fogom. És szerintem jött még posta, addig is gyorsan ezt leokézom. Apple ID password, mi is az? Ja? Gyorsan beírom. Várj. Most. Igen. Inkább így mutattam. Így, remélem látszik. Ez eltart egy darabig. Kapcsolathoz persze kell a Bluetooth elérhetőség. Na és akkor most jön az, hogy Trainings protokoll, Routing protokoll, aktivírunk. Oké. Okay. Nem kell kód. Aktivikát, konfigurálom. Überspringen. Weiter. És itt van, hogy kiválaszod később, vagy az összes olyan applikációt, ami a telefonodon van, és elérhető a karórára, azt is letöltse. Én ráklikkelem, hogy igen. Na, és akkor most tölti, elvileg.
beállításokat, stb. Meg hogy minden úgy legyen, ahogy kell. A dobozban, mint láttátok, maga az óra található. A vékonyabb szíj. Egy leírással, hogy hogy kell bekapcsolni, stb. Kivenni. Meg a standard normál töltője, ami magnetikus. Tehát ráteszed és így klikken, lássátok, hozzátapad. Úgy. Oké. Szinkronizálja. Mindjárt csörög a következő postás. Igen, ez most jött, ebben a pillanatban jött meg. UPS bácsi. De ugyanazt mutassa itt az óra, mint itt most a mobilon. Ahogy szinkronizálja. Majdnem a fél idő kész. Ne felejtsétek el, azt már mondtam ismerősömnek is, ha használt órát akartok venni, vannak ilyen refurbished órák is, amiket már használtak. Nagyon fontos, hogy az, mivel egy órának ez az egy ID-ja van, és kap hozzá kódot, stb., azt ki kell előtte, hogy kódolják, tehát hogy ki kell, hogy törüljék a kódot. Én most eleve nem tettem bele kódot, mert hát most minek? Kiveszi a kezemről senki. Viszont sokan elfelejtik ezt, mielőtt eladják, kitörülni belőle, és akkor nem tudod használni. Tehát nem tudod összekapcsolni a telefonoddal. Tehát mielőtt vennétek használtan, kérjétek el mindenféleképpen vagy a kódot, vagy pedig ők törüljék ki, amit már beletettek. Különben használhatatlan az óra. Ezt ne felejtsétek el. Na, de nem soká vége. Láttátok, annyi a szinkronizáció, hogy mutat egy ilyen formát, amit felismer, leszkenneli a kamerával a mobilod. És így kapcsolódik össze. Tehát ez nagyon fontos dolog a kettő között. Gondolom, a funkcióit nem kell bemutatni az órának. 6 millió videó van a YouTube-on, hogy mi az új benne. De akarjátok majd egy külön videóban majd, ugyanúgy, mint a mobilomnál, itt is meg fogom mutatni, hogy mi hogy van. Itt a mobilomnál is mutatom, hogy milyen programjaim vannak. Na, meg is jelent az órán ez. Cipe, bleton, stb. Mutassa a funkciót, hogy jelen pillanatban mi megy. És akkor cifembleton, beállítás, itt a órán is ki lehet választani, nem csak a órán, hanem a telefonon is. Ezek az újdonságok, ez a kinézet, ez. És itt vannak a jól bevált eddigi kinézetek, és ezeket is, ezeken belül is lehet kosztumizálni. Hát én a Mickey Mouse-t fogom kiválasztani. És van a kettő között, hogy a piros, vagy a klasszikus verzió. Pirosat, incufüggen, és már itt is van. Itt van. Ennyi lett volna ez a bemutató, és ez az unboxing. Remélem tetszett, és sziasztok!